A víz és szennyvíz szolgáltatás biztonságát semmi sem sodorhatja veszélybe. Erről tájékoztatta a fehérváriakat Cserpalkovics András szerdán délután. A pénteki rendkívüli közgyűlést az ivóvíz szolgáltatás garantálása teszi szükségessé, fogalmazott közösségi oldalán a polgármester. A Postban arról írt Cserpalkovics András, hogy a jelentős részben az ukrajnai háború miatt kialakult energiaár robbanás következtében a közmű szolgáltató Fehérvíz ZRT villamos energia beszerzésére az utóbbi hetekben lefolytatott közbeszerzési eljárásai során olyan magas összegű ajánlatok érkeztek, melyekre a cégnél nincs fedezet, és amelyre a tulajdonos 87 önkormányzat sem tud garanciát vállalni. A számok alapján elmondható, 2021-ben még nyereséges volt a Fehérvíz ZRT. Idén több mint 1,1-1,6 milliárd forintos veszteséggel zárhatja az évet a társaság, 2023-ban pedig a villamos energia jelenlegi árszintjével számolva a veszteség elérheti akár a 10 milliárd forintot is. Ez olyan összeg, amit az önkormányzatok biztosan nem tudnak kigazdálkodni, tehát feltétlenül szükséges az állam beavatkozása, olvasható a polgármester bejegyzésében. Cserpalkovics András arról is beszámolt, hogy megkezdődtek az állammal a tárgyalások a szolgáltatás biztonságát adó garancia vállalásról és forrás biztosításról. Fontos kiemelni, hogy a megjelent hírekkel ellentétben nem kerül állami tulajdonba sem a Fehérvíz ZRT, sem a cég vagyona. Az állam átveszi az önkormányzat ellátási kötelezettségét és az ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges infrastruktúrát, tehát például a vezetékhálózatot, a szennyvíztelepet. Az állam a új részvény kibocsátásával, úgynevezett ázsiós tőke emeléssel teremti meg a 2022. évi veszteség fedezetét, valamint lehetőség szerint a munkavállalók béremelését. A támogatás fejében az állam a cégben a tervek szerint mindösszesen 5%-os tulajdonrészt kapna, tehát a cég köztulajdonban maradna. Az állam jelenlegi ajánlata arra az esetre vonatkozik, hogyha a tulajdonosok 100%-a, tehát valamennyi tulajdonos társtelepülés támogatja ezt a megoldást. A tárgyalások folytatásához szükséges a képviselőtestület pénteki döntése, olvasható a bejegyzésben és az önkormányzati kommunikációs központ közleményében.